Gyökeresül kiirtanák a kokacserjéket Bolíviában. Ezt kormányzati források alig több mint két héttel azt követően jelentették be, hogy a dél-amerikai ország kivonta magát az ENSZ kábítószer ellenes egyezményének hatálya alól. Az akkori döntés oka az volt, hogy a szervezet nem oldotta fel a kokalevelek rágásának büntethetőségét. Ezek a katonák is részt vesznek abban az országos munkában, amit a bolíviai kormány rendelt el a kokacserjék elpusztítása érdekében. A kokain fő alapanyagát tartalmazó növényt az ENSZ 1961-ben nyilvánította illegális kábítószernek a heroinnal és az ópiummal együtt. Egyik célunk természetesen, hogy felülmúljuk a tavalyi eredményeinket. A jelenlegi vezetéssel képesek leszünk évvégéig több mint 10 000 hektáron felszámolni a kokacserjék termesztését. A kormány a kábítószerellenes törvény szellemében jár el, és ez a lehető legjobb üzenet a nemzetközi közösség felé, mondta Bolívia szociális miniszter helyettese. A magasan termő kokacserje leveleit ugyanakkor sokan rágják Bolíviában az éhségérzet és az akut hegyi betegség hatásai ellen. Az ország sokáig a középutas politikát választotta a növényt illetően. Nem írtotta ki teljesen, de korlátozta annak hagyományos használatát. Mivel az elmúlt években azonban egyre többen kezdtek bele a jövedelmező kokacserje termesztésbe, Evo Morales elnök, aki egykor maga is termesztő volt, most hadjáratot indított a növény kiirtására. Bolívia nemrég kilépett az Egyesült Nemzetek kábítószer ellenes egyezményének hatálya alól. Nem a drogcsempészet elleni harc miatt, hanem kulturális okokból. Itt ugyanis sokan rágják a kokacserjék levelét. A mostani lépés ugyanakkor azt a fontos üzenetet hordozza, hogy az ország folytatja a drogkereskedelem elleni harcot, mondta az ENSZ kábítószer ellenőrzési és bűnmegelőzési hivatalának helyi képviselője. Bolíviában közel 31 000 hektárnyi területen termesztenek kokacserjéket, amiből mindössze 12 000 hektár számít legálisnak. Mivel a növény termesztése nem igényel sok pénzt vagy munkát, jelenleg több mint 42 000 foglalkoznak kokacserjékkel az országban, bár egyesek szerint ez a szám akár magasabb is lehet.